Szeptember 8-án a művelődési otthon nagy termében újra felcsendült a Magyar Nóta. 28. alkalommal került megrendezésre Torontálvásárhelyen a Víve Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválja. A rendezvényt Kovács Elvira, a köztársasági parlament alelnöke nyitotta meg, aki biztató és szép szavakkal méltatta a vajdasági nóta rendezvényt. A Torontálvásárhelyen, vagy hogy tetszik, Debellácson névről évre gyönyörködhetünk abban, amit az énekesektől, de ugyanakkor a szerzőktől is kapunk. Tehát a Víve, a Vitkai vetélkedő valójában az önazonosság tudat erősítésén dolgozik a zenével és a magyar nótával, illetve Vitkai Gyula hagyatékának a továbbadása, újabb és újabb szerzemények, ugyanakkor szerintem a közönség legalább ennyire élvezi a gálát, és a föllépőket, akik különböző érzelmeket adnak át nekünk, és mi mindannyian gyakorlatilag részt veszünk ebben. Egy pici szomorúsággal töltött el a szervezőket az, hogy kevesebb föllépő volt, de ugyanakkor ők viszont bátran vállalták azt, hogy akkor akár több dalt is előadnak nekünk, így mi nem lettünk szegényebbek, sőt szerintem még több érzelmet és pozitív akaratot kaptunk tőlük. Péter Visnyicski, Antalfalva község elnöke is biztató szavakkal méltatta a Víve Fesztivált. A nótaénekesek az új szerzeményeket adták elő. Az idei Vitkai vetélkedőn 9 új szerzemény csendült fel. Az idei Víve Fesztiválra amatőr énekesek nem jelentkeztek. Megcsináltuk ezt a 28. fesztivált is. Mondhatom, hogy nagyon sok gondunk volt vele. Mire összeállítottuk a képet, addig mindig valaki kilépett belőle, úgyhogy több alkalommal kellett, hogy dolgozzunk ezen a végén. Mégis egy kicsit hiányos lett, de hát itt a nézők mondanák meg legjobban, hogy hogy vannak megelégedve. Én, hogy néztem, mert ugye én sem láttam a produkciót, csak most kompletva. Először én őszintén mondva elégedett vagyok mindaz mellett, hogy illetve mindaz a mellett, hogy amin keresztül mentünk, és hogy kénytelenek voltunk az idén ezt megcsinálni. Torontálvásárhelyi Magyar Nótai Csárdás Fesztivál nem csak a vajdaság és a Kárpát-medence magyarjait csábítja, hanem a tengeren túlra szakadt torontálvásárhelyek is gyakran a zenei rendezvény idejére időzítik a szabadságukat. Kovács Antal Ausztráliából érkezett haza. A rendezvényre új szerzeményekkel is benevezett. Második díjazott lett a szövegírók kategóriájában a Debellácsi Nóta című szerzeménnyel. Elsősorban nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a fesztiválon, a szülőfalomban, ezen a színpadon az én nótám is felhangzott, sajnos csak az egyik, mert a másik nem jutott ide, szóval ide jutott, csak nem volt, aki elénekelje. Jó, nagyon jó. Nagyon meg vagyok elégedve. A Torontálvásárhelyi Rácz János minden Víve Fesztiválon és művelődési eseményen jelen van. 1996-tól, amikor az első Víve Vitkai vetélkedő meg lett tartva, azóta rendszeresen kísérem. Rendszeresen, szinte minden évben megnéztem, és örömmel tölt el ez, hogy vannak még mindig, akik vidékünkön, környékünkön ápolják a magyar nótát, a magyar zenét. A közönség mindig szeretettel fogadja a torontálvásárhelyi Szúnyog Tibor szerzeményeit. Harmadik díjas lett a Gyere Prímás magyar nótával. A fesztivál szervezésében is kiveszi a részét. A Fesztiválbizottság most a Víve után tovább kell vigye ezt a fesztivált, vajdaság szerte kell vigye, fellépni minél több helyen. Már csak azért is, hogy toborozni a fiatalokat, meg valahogy a magyar nótát újból feléleszteni az emberek körében. Mert ez hiányzik. A magyar nóta ez egy külön fogalom, bár is én szerintem. És a magyar nóta az megmond mindent. Ugye az ember a gondolatait
az érzések, kibírja mondani, fejezni ilyen formában. Vitkai Gyula dédunokája, Vitkai Kutsera Ágota, aki minden véve fesztiválon felcsendíti nagyapja legismertebb nótáját. A Vitkai családot a fesztivál névadójának unokája, Vitkai Kutsera László is képviselte. Hát nagyon örülök, hogy megértük a 28. életévet. Remélem, hogy lesz még alkalom elérni a jubileumot is, a 30-at. Hát mit mondjak, nekem nagyon tetszett az idei és a tavalyi verseny is. Nagyon jó zeneszámokat választottak ki. Na most az a baj, hogy nagyon kevés énekes jelent meg. Volt, aki le is mondta, úgyhogy ez kicsit olyan krízis valami. Én vezetem a statisztikát minden szinten, úgyhogy rendeztem én minden évben az újságcikkeket, fölvételeket, hangfölvételeket, vagy újságcikkökből a fölvételeket, ez mind rendezve van, és hallgatjuk, nézzük. Csak mondom azért, hogy sokkal több szólista volt, úgyhogy nagyobb volt a választék. Első díjas szerzemény lett Juhász Gábor komponálásában a Tópartján című szerzemény. Zeneszerzője és szövegírója is Juhász Gábor, Szabó Dékán Zsófia adta elő. A szövegírók kategóriájában első díjas Beretka Szénási Eszter, a Tulipános Kisláda című csárdás. Szabó Dékán Zsófia zenésítette meg Lapcsavics Jovica és Szabó Dékán Zsófia előadásában csendült fel. A legjobb előadót is díjazták, a zsűri és a közönség díját is egyértelműen Szabó Dékán Zsófia érdemelte ki. Először is nagyon szépen köszönöm a torontálvásárhelyi közönségnek a bizalmat és a sok-sok szeretetet. Mert amikor kilépek a színpadra, akár Vivéről van szó, akár egy nótaestről, és meglátom az arcukon a mosolyt, azt a szeretetet, mindjárt én is vidámabban, jobb kedvel és tényleg nyitottabb szívvel tudok énekelni. Egy igazi kihívás az, hogy egy autentikus cigányzenekarral, nem modern zenével, hanem értékekkel értéket átadni, egyben szórakoztatni is az embereket. De ez egy kimondhatatlan nagy élmény. A Véve Fesztivál fellépői Kotroba Júlia, Szúnyog Tibor, Cára Aranka, Lapcsevics Jovica, Guzsvány Izabella, Morvai Melinda, Szabó Dékány Zsófia. A nézőközönséget a fesztivál alkalmi zenekara kísérte Kurunci Andor Prémás vezetésével. A 28. Véve Fesztivál fővédnökei a Betlen Gábor, ZRT, a Magyar Nemzeti Tanács, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi, Nemzeti Közösségi Titkárság és az Antalfalvi Önkormányzat. Thank you.